Figyelem! A következő történet megzavarhatja egyes hallgatók nyugalmát. Minden itt elhangzott dolog csak a képzelet szüleménye, a valóság alapja a nullához közelít. Reakcióteszt. 2001 volt. Épp hogy tújtottunk az ezred fordulón, a feltételezett világ végén, és már is minden a régi volt. Sokan ténylegesen azt hitték, hogy eljön a világ vége, azon a szilveszter éjszakán. Én nem hittem ebben, de érdekes módon volt bennem egy kis feszültség valahol belül, tartottam attól, hogy tévedek. A brit birodalom bizonyos részein emberek ezrei lettek öngyilkosok ekkor, habár az egész világon megnőtt az öngyilkosságok aránya. Mégis a britek bírták legkevésbé, főleg a germán vidékeken. A harmadik világháború óta az emberekben ott volt a kínai atomzuhatag nyoma. Soha nem felejtik el azt a napot, amikor 1988-ban 24 atombombát dobott le a brit birodalom és a Szovjetunió Ázsia legfejlettebb országára. Még Európában is hónapokkal később vörös volt az éjszakai égbolt. Szabad szemmel is látható volt a hatalmas villanások tömkelege. A szüleim a mai napig együtt élnek ennek a borzalomnak az emlékeivel. Viszont a mostani rövid leírásom nem erről az eseményről szólna, hanem valami másról. Szóval 2001-et írtunk. Hideg téli este volt, talán a leghidegebb azon a télen. Pár hónappal azelőtt költöztem abba az új házba, elköltözve a szülőktől. Nem túl messzire, de legalább érezhető volt számomra az önállóság. Régóta erre vágytam. Bezárkóztam, befűtöttem, és az ágyban fekve mulattam az időt egy kis filmnézéssel. Igazából elég fáradt voltam. Kemény volt a meló aznap is, holnap is korán kellett kelnem, de megfogadtam, hogy végignézem. Valami Brad Pitt film volt, tudjátok, az a himalájás hegymászós film. Közel voltam az elszúnyadáshoz, hiába, érdekelt a film vége, ám hirtelen egy nagyobb duranást hallottam a ház mögül. Nem tudtam, mi az. Rögtön feleszméltem, és felültem. Görbenéztem a szobában, mintha ott keresném az zaj forrását. Természetesen tisztában voltam vele, hogy kintről jött a szokatlan puffanás, de az embert gyakran megcsalják az érzékei. Kinéztem az ablakon. Nem sokat láttam, csak valami füstölgő tárgyat a betonba fúródva. Sehol senki. Kimentem hát, bebugyulálva magam egy pokrócba. Nem volt kedvem felöltözni, gondoltam, úgysem maradok kint sokáig. Amikor kiértem az ajtón a kertbe, már láttam, hogy néhány ember összegyűlt az utcán, és a tárgy körül vizsgálódnak. Hallottam, hogy valaki földön kívülieket emleget, de egy másik hang megnyugtatta, hogy biztos valami űrszemét nem égett el a légkörben és rázuhant az útra. Természetesen egyik sem volt helyes feltételezés. És volt, aki futva menekült onnan, mert rájött, hogy mit is látott. Még ki sem léptem a kapun, de már én is tudtam, hogy mi az. Egy atombomba. Lepörgött a szemem előtt minden. Majdnem én is futni kezdtem, pedig tudtam, hogy semmi haszna nem lenne. Megembereltem magam és közelebb mentem. Gondoltam, a sugárzás már így is úgy is elérhetett, teljesen mindegy, mit csinálok. Legalább 20 ember csoportosult a bomba köré, és legtöbbjük nem is sejtette, mi az. Ám valaki kimondta végül. Érdekes módon az emberek többsége a pánik és a félelem helyett a beletörődés erejét mutatta. Köztük én is. Beletörődtem abba, hogy teljesen mindegy, mit csinálunk, most már Isten kezében vagyunk. Ha robban, akkor robban. Menekülni esélytelen. Ha nem robban, akkor életben maradunk. Egyszerű, de tényleg kemény dió. Bármit csinálsz, az már nem ér semmit. Semmi sem számít. Egy férfi előlépett az addigra már igencsak megnövekedett tömegből. Azt mondta, hogy rakétatudós volt, mielőtt nyugdíjazták, és vetne egy közelebbi pillantást a fejre. Igazából olyan volt az egész, mint egy skifiből előbukkant mentőkapszula. A férfi felnyitotta a panelt, és alatta gombok, számok, mindenféle csatlakozási pontok látszottak. És egy számláló. Visszafelé számolt. 16 perc. 42 másodperc. Most azonnal el kell tűnnünk innen, mondta egy férfi. Hangja nyugodt volt, de látszott a szemében a rettegés. Egyszerű ember lehetett,
nem jutott el az agyáig a tény, hogy futhat, ahogy akar, soha nem kerül robbanás hatósugarán kívülre. Meg is kapta ezt a választ valakitől. Az az igazság, hogy az emberek reakciója pont a kínai atomzoltak miatt volt ennyire beletörődő. A legtöbben idősebbek voltak, átérték az eseményt otthonaikban. Ők évekig azzal tudattal éltek, hogy bármikor kaphatnak ők is egy kis szörnyeteget. Szóval ők készültek. Nekik nagyon sokáig nem az volt a kérdés, hogy megtörténik-e ez valaha, hanem az, hogy mikor fog megtörténni. Én nem voltam rá készülve. Mégis rögtön elkönyveltem a dolgot. A helyzet kicsit más volt mondjuk. Kínában az események rendkívül gyorsan zajlottak le, még a levegőben berobbant minden nukleáris töltet. Az áldozatok észre sem vették, mi történt. Nem éreztek semmit. Egyszerűen csak porrá lettek. Nekünk viszont a szenvedést szánták. A lelki szenvedést. Az idő pergett, mi pedig álltunk ott. Aztán az emberek elkezdtek elsétálni. Mindenki hazament. A legtöbbik az út másik oldalán lakott velem szemben. Nem ismertem őket, csak látásból. Nap mint nap elsétáltam mellettük, köszöntem nekik. Most nem köszönt senki senkinek, csak mindenki bement a házába. A legtöbben átölelték a feleségüket, a gyermeküket, és úgy várták az elstétülést. Én besétáltam a házamba, rendesen átfagytam odakint. Bementem a szobába. Talán 2 percig álltam ott egy helyben, csendben. Kicsordult egy könycseppem. Aztán lefeküdtem az ágyba, elindítottam a filmet, és néztem. Másnap korán ébredtem. Világos volt odakint, a DVD ment, de csak sötét képet mutatott a tévé. Elaludtam. Kinéztem az ablakon, az utcán nem láttam a bombát. Ekkor azt hittem, hogy álmodtam az egészet, de amikor kimentem, láttam a betonba fúródás nyomát. Nem tudtam, mit gondoljak. A lyuk mellett egy férfi állt, talán ő is csodálkozott, hogy mégis mi történhetett. A szembe szomszéd volt az. A házuk ajtaja kinyílt, a felesége jött ki rajta. Sürgette a férjét, hogy azonnal jöjjön be, ezt látnia kell. Az egész televízió ettől zeng. A férj bement, én is besiettem és bekapcsoltam az országos adóra. Épp egy műsorvezető beszélt arról, hogy az elnöki nyilatkozat azonnal kezdődik. Ekkor szinte tényleg azonnal átváltott a kép, amiben besétált az elnök úr, és elkezdte a beszédet mondani. Hölgyeim és uraim! Ember és polgártársaim! A múlt éjszaka történtek, sokakra zaklató hatással lehettek. De biztosítom önöket, mindannyian biztonságban vagyunk. Mindez egy reakcióteszt volt, amit világszerte elvégeztek a pont reakcióteszt. Akkor most átmentünk? Magam elé néztem. Az elnök tovább beszélt. Bár fogalmam sincs, hogy miket mondott. Nem bírtam odafigyelni. Csak egy dolog járt a fejemben egész végig. Reakcióteszt. Azon a napon 500 000 ember lett öngyilkos világszerte. Ha másra nem is, arra jó volt az egész, hogy nyomot hagyjanak bennünk. Ugyanaz, mint a Kínában történteknél. Mikor az emberek évekig lesben álltak és fürkészték az égboltot, hogy mikor jelenik meg ott valami robbanó töltet vagy egy gombafelhő. A gyerekekből felnőtt lett. A felnőttekből egy bölcsebb ember. Reakcióteszt. Nem, ez nem az volt. Ez azért kellett, hogy újra rettegésbe taszíthassák az embereket. Mert kezdték kiheverni az atomzoltag emlékét. Ez azért kellett, hogy felkészüljünk. És mi felkészültünk.